오키도키. Kell egyet mélyesen, ha mikor indul a stream. Na, sziasztok! Itt vagyunk egy újabb poz kávé streammel. Ez egy név, amit ma találtunk ki. Mert úgy tűnik, hogy a podcast az már korábban le volt foglalva, és mi nem akarunk senkitől sem lopni. A podcast-kávénak egyik résztvevője Retro Spidey, alias Kinga. Valamint Bérexymus Prime, mint Zoltán. Csókolomsztok! És jó magam, mint Corlight, alias Dániel. Szevasztok, sziasztok! Na, két nagyon érdekes témával jöttünk nektek mára. Mind a kettő olyan téma, ami hát véleményem szerint azért ténylegesen egy jéghegy, tehát mind a kettő, és nagyon valószínű, hogy csak a jéghegy csúcsát fogjuk itt kapirgálni, így egy-két órán keresztül, de szerintem jól fogjuk magunkat érezni, és ahogy eddig is, most is nyugodtan tettek fel közben kérdéseket, és fenntartatjuk ezt a fajta interakciót, mint amit ilyenkor szoktunk. Hát tudjátok, hogy már profik vagytok. Mint egy ilyen bemelegítő kérdésként gondoltam mindenki számára, hogy mikkel játszotok mostanság, hogy meséljetek, mi új is van mostanság. Csak nincsen gyújtó a kezemben, Little Nightmares. Nem kell rájátszani szerintem. Nem baj, de Little Nightmares, oda-vissza. Mikor is vittem végig teljesen? A csimentekkel együtt. Azt mondta, tegnap volt az, hogy befejeztem. Nagyon összemosultak a napok már így a karantén alatt, úgyhogy most hirtelen nem kapcsolok, de én úgy emlékszem, hogy ez tegnap volt. Tegnap. Ja, igen, Little Nightmares végig. Meg Zolinak idézőjelben besegítettem a Doom-ban. Igazából csak mellettem ültem és adtam javaslatot, hogy hova másszom be értékes cuccokért. Közben Peti írja a Sonic Rush Adventure és Kirby epikus gombolyagja. Kirby's Epic Yarn. Kirby's Epic Yarn. Az egy fluffy játék. Jaja. Na, de részemről... Na, sorolok egyet. Doom 2016. Fenomenális. Részemről vetekszik az eredeti, meg ez az új. Mind a kettő nagyon fantasztikus. Az eredeti ugye, hát klasszikus Doom, az új BRUTÁL! De egyébként van olyan, hogy brutál, Domino. Tudom. Köszi. Akkor ma kipróbáltam a Smash Legends-et, arról írtam Discordon is. Konkrétan egy 3v3 csapat alapú... Hát kicsit olyan, mint a LoL, de mégsem, mert nem annyira komplex. Igazából kis aréna, kis négyzetet el kell foglalni, kis területet, és igazából ennyi az egész. Emellett Stardew Valley még az, amit tolok. Az egyszerűen annyira egy chill farmos játék. Hát konkrétan, aki játszott már a Harvest Moon-nal, az tudja, hogy milyen. Hát hasonló igazából, és tényleg annyira le tudja nyugtatni az embert, hogy komolyan, kikapcsol! Köszönöm. És akkor ma visszatértem a Dragon Ball FighterZ-höz, és most kivételesen kipróbáltam magamat más játékosok ellen is. Mind casualban, mind ranked-ben. Hát casualban elvertek laposra. Nem mondod. De ranked-ben meg én vertem laposra. De konkrétan úgy, hogy az egyik játékos majdnem rage quittelt. Ultra Instinct Goku versus Beerus. Püföltem össze-vissza, már konkrétan mozdulni nem tudott. Ennyi élete maradt. Nézem áll. Akkor várjunk. Konkrétan eltelt fél perc, mire megmozdult, hogy jó van, akkor csináljunk valamit. Hát akkor is kikapott. Uh-huh. Úgyhogy igazából lényegében ennyi részemről a játékok most. Még annyi, hogy nekem izé van még Captain Toad, de azt nem akartam mondani, mert már a hajamat tépem az 5000-es kihívás miatt. Mármint, hogy úgy 5000, hogy 5000 coint kell összegyűjtenem 50 pálya alatt, ami rosszabb, mint egy Pac-Man. Ja.
Nekem múlt héten ugye elkezdtem játszani a Rayman Legends, és egyelőre még hát félig meddig determinált vagyok, hogy összeszerezzem az 1 millió lamot. Hogy meddig jutok, az majd a jövő kérdése. Azért így kiszámolgattam, hogy, hogy nem 3 hét lenne azt intenzív játékkal megszerezni. Szóval nem mondom, kicsit elveszi úgymond az ember kedvét, főleg úgy, hogy igazából a PC-n nem adja azt a lehetőséget, amivel könnyebben lehetne több lamot szerezni. Nem tudom, igazából, hogyha a lehető legtöbbet kizom Windows-re, én már boldog vagyok. De egyébként egész múlt héten ilyen tök fáradt volt, amikor hazajöttem, ilyen nagyon-nagyon meg volt, hogy mondta hajtva. És így emiatt lényegében nem is nagyon játszottam sokat, de tök jó le voltam múlt héten a barátnőmmel, és tök jó be is festette a hajamat, hogyha nem vettétek volna még észre, de valószínűleg mindenki észrevette. Látjuk, hogy Super Saiyajin lettél. Nem is, B.D. Baxter lett. Szerintem meg Super Saiyan lett. Nem, a B.D. Baxter. Super Saiyan már a haja is elnéz meg. Ja. Nézd meg, engem próbál meghazudtolni. No igen. Captain Todd, megőrülök. Na, Peti, ne őrül meg még itt a streamel én, hát. Elő, ott kell. Nem éri meg. Na, hát a macskákról rá kell szólni, és utána igen, folytathatjuk is a témákat. Az egyik téma, amit fel akartam hozni, bocsánat, még tesz a fiatal professzor, végén végül is. Na, tehát az egy téma, amit fel akartam hozni, én indítványoztam, de szerencsére a többiek is támogatóak voltak. Nos, sokan noszaikusan tekintünk vissza a 2000-es évekre. Ugyebár jött a rendszerváltás 90-es évek környékén, 90 környékén, és aztán egyre jobban átalakult, úgymond az ország is, és egyre úgymond nyugatiasodtunk, egyre több befolyás jött így nyugat felől, és már lassan tényleg odáig, hogy hasonlóak lettünk bizonyos szempontokból. Tehát nagyon sok technikai újdonság, nagyon sok zene, nagyon sok film bejött, ami úgymond hatása lehetett ránk, és ez tényleg azért fontos számunkra, mert mi ezt így átéltük, és így ténylegesen végigkövettük az egészet. Tehát például belgondoltok, biztos volt, nektek is volt legalább egy diszmenetek, meg egy MP3-atok azért. Mind a kettő meg volt. Igen. Feltételezem, ti is így jutottatok rá a zenéket. Inkább nem mondom, hogy hány stóc másolt CD-m volt, meg hogy összesen mennyi MP3-mal teli DVD-levezem van még a gyűjteményemben. Kriminális szintű, maradjunk annyiban a gyűjtemény. Igen. No, hát milyen jellegű zenék, mert azért feltételezem, hogyha összegyűjtötted ezeket, az még csak mondjuk hallgattad őket iskolában, meg hogy általában az utcán hallgatva, hogyan kell ezt elképzelni, mi jellemezte akkoriban a stílusodat, ízlésedet ilyen téren? Amikor még diszkmenem volt, akkor emlékszem, hogy nagyon le volt limitálva a daloknak a száma, tehát ilyen max 10 vagy 11 fért rá, ami azért egy kicsit kevés volt az én fülemnek, úgyhogy magammal vittem legalább 3 vagy 4 CD-t, azt hiszem, és akkor úgy, hogy összeválogattam ilyen mindenféle vegyes vágottat. Amikor megjött az MP3, akkor megváltás jött szó szerint, és akkor több száz dalt válogattam le, azt tudom. Zsánerek közül
2000-es évek, atya úristen. Kérek egy kavintont, megint. Na jó, annyira nem kell, mert élénken maradtak bennem. Miket hallgattam. De azért szinte biztos vagy benne, hogy te is inkább rock közeli voltál. Tehát egy, a vicces az, hogy nem. Ilyen, igen? Igen, szerettem a rockot, de ugyanakkor valahol én is, bocsánat a kifejezésért, az elbaszott tinédzser voltam valamennyire. Gondolok itt olyanra, hogy hallgattam R&B-t, nem keveset, tehát ilyeneket, hogy Ashanti, Ja Rule, ha ezek a nevek mondanak valamit. Nekem mond. Mit hallgattam még? Aliát, akkor rengeteg akkori nagy sláger, tehát itt gondolok a Black Eyed Peas-től a mi az? Don't Lie például, vagy ott volt Camarótól a Femme Like You, tehát az ilyen nagy slágereket mindent megzabáltam, és ma is előszeretettel hallgatom egyébként. Viszont nem tagadhatom, hogy ugyanakkor az R&B mellett tényleg törekedett a rock is, mert ugye én úgy nőttem fel a családban, hogy ugyanúgy minőségi zene szólt, de apám volt a rockos, anyám volt a popos, meg a többi lájtos cucc. Na most apám benyomására ugye főleg rockot hallgattam, és volt egy év, ez egy érdekes téma, érdekes tény egyébként rólam, volt egy év, amikor csak Linkin Parkot hallgattam. Akkor mit hallgattam még rockban? Megszerettem Himet, bár mondjuk akkor egy kicsit nehezen fogadta be agyom, idézőjelben a gyomrom. Nem volt annyira, hogy is mondjam, én azt vallom, hogy ahogy idősödik az ember, úgy jobban megérik más zsánerekre is, mint amikor fiatal. Nekem ilyen volt, hogy mostanság tértem vissza rá, és így utólag tudtam megbecsülni, hogy milyen zenét játszanak. A Rasmust azt egyből megszerettem, P.O.D.-t hallgattam még sokszor, büszkeségem az egyik lemezük ott van a polcon. Linkin Parkot mondtam, akkor Good Charlotte-ot hallgattam még, Green Day-től az American Idiot-öt betéve oda-vissza. Mit hallgattam még? Más így hirtelen nem ugrik be. Ó, dehogy nem! Bullet for My Valentine, de az mondjuk a közepes évek voltak már ilyen 2000, mennyi? 6, 7, valahogy így. Igen, akkor 2005 után, tehát a Tears Don't Fall az szerintem olyan 2005 után jött ki valamikor, és úgy lett egy igazából. Ilyen vegyes voltam, igen, de főleg rock, meg R&B. Közben itt van velünk Momó is amúgy. Szia Momó! Ó, oh, szia, üdv Momó! Próbálom így követni így a csetet is, csak aki ismer, azt tudja, hogy nekem annyira nem megy a multitasking, de azért így igyekszem, és bocsánat, hogyha valakit így kifelejtek, Bélekszik semmiképpen se felejtik ki. Én pont, nekem úgy van, hogy ugye itt van egy monitor, meg itt van egy tévé, és akkor nekem a kettő így. Igen, hát az igazság, hogy nekem is így van, fel van osztva a monitor, tehát ha elég ügyes lennék, akkor tudnám csinálni jól, de... Ezért vagyok én itt, én vagyok a multitaskinges. Igen. Az biztos. Na. Na. Hát igazából ennyi, még annyit tudok hozzáfűzni az én részemhez, hogy a filmzenéket akkor is nagyon szerettem, most is nagyon szeretem, hogyha olyan a hangzásvirága, hogy megragad, hasonlóképpen a videójáték zenénél is egyébként. Tehát igazából minden ebből voltam akkor is, de ott helyben én azt tudnám így visszanézve mondani, hogy ha az akkor én emel találkoznátok, akkor biztos, hogy kívülről betéve megmondaná nektek, mint egy készzenei MTV lexikon, hogy mi az akkori sláger, mik a menőségek, mi az, ami nagyon tré. Illetve, hogyha megkérdezitek a rockról, akkor azt mondja, hogy igen. Kurvára szeretem, és ezeket hallgatom. De biztos, hogy akkor elkezd Linkin Parkról falolni. Nem utolsó sorban megvírogni az, hogy tud dobolni. Bocsi. Macska pankráció. Igen. No, hát egyébként mindig remek, hogy kb. 10 másodpercet így dobálgatok dolgokat a macskáknak, ez úgy mindig feldobja a streamet. Hát na, most nézem végig, ahogy eljátsszák itt az oroszlán királyt.
Konkrétan, amikor Simba és Zordon szépül fölé egymást. Hát mondjuk a színek majdnem megegyeznek, szóval. Hát... Egy kivétellel. Igazából a macskáknak is van egy saját hierarchiájuk, és úgy általában, én legalábbis úgy hallottam, hogy érdemes, hogy ezeket maguknak rendezzék le. Csak nem most! Most legfeljebb, hogyha már tényleg vére megy, akkor érdemes lehet közbeszólni, de amúgy nem ez tudom arra szóval, ment, de az én véleményem, tehát... Ez már arra ment. Ez már arra ment, azért dobta a papucsot. Hát folyt vér konkrétan, vagy... Nem. Nem, de konkrétan Gizi felvernyogott. Igen. De most ne térjünk át erre. Igen, térjünk vissza. Zene 2000-es évek. Csak légy szíves, tehát... Hogyha tudtuk, akkor a macskákat így... Ahogy... Jó. Még esetleg így valamit hozzá akartál fűzni, Kinga, vagy? Nem, igazából ennyi. Mindent elmondtam szerintem, amit kellett. Én túl sok mindent nem tudok hozzátenni, mert én is inkább 70-es, 80-as évekbeli zenéket hallgattam, meg 90-es. Meg néha ugyanállam is becseppent a Linkin Park, hát Limp Bizkit annyira, nem? Egy-két szám tőlük is, Green Day, tehát főleg inkább ilyen rock téren utaztam te, én is. Te, hülye vagyok. Hát Tankcsaptát meg Depressziót nem hallgattál? Most mondtam, hogy rock. Ó, oh, csak a magyarokat nem. Jó. Bocs. Hát meg ugye a videójáték betét dalok ugyanúgy működtek nálam is. Más nem igazán. No, szerintem úgy általában ez a korszak az így az egy fiataloknak egy tényleg egy ilyen fellegvára volt, ez, amikor így ez magam is mutathatnék, igen. Ha az én zenézlésemről kéne beszélni az akkori időkben, akkor legkönnyebben az akkori e-mail címet mondhatnám el. A Daniel Rockfiú kukac.citomail.hu-t. Bocsánat, majdnem azt mondtam, hogy gmail.com, de nem. Daniel Rockfiú kukac.citomail.hu. Asszta! Amikor még divat volt a citromail. Ne is mondd. Igen, ugye általában erre is rá akartam térni, hogy mostansági kialakultak bizonyos téren monopól helyzetek, erre kicsit később tértünk rá. Egyébként a számra valóban Linkin Park az nagyon, nagyon sokszor hallgatós volt, meg úgy általában nem mondom azt, hogy igazából kifejezetten poprajongó voltam, de volt egy ilyen zenecsatorna, a Cherry Music, meg Music Max, egy ilyen. Igen. Ez ilyen Magyarország, illetve Magyarország környékén lévő országokat szolgáltat a zenékkel, és ott lényegében a trendi zenék mentek. Igen. Biztosan volt lehetőség amúgy zenét kérni, mert volt ilyen, de azért úgy gondolom, hogy az inkább ilyen pénzlehúzás volt. Volt zenekérés, hát konkrétan úgy, hogy felsoroltak így pár darab számot, és akkor arra lehetett szavazni, hogy éppen melyik dal következzen. És nem csak arra, hanem egy futószalag volt a képernyő alján számkódokkal, és azt kellett egy nagyon drága 90-es számra elküldeni, hogy te azt a dalt szeretnéd, és a lejátszási lista mindig úgy alakult, hogy amire a legtöbben szavaztak, az jött. Igen. Tehát akkor is megfigyelheted, hogy mi a trend, mit szeretnek az emberek. Erre konkrétan azért emlékszem, mert nővérem rengeteget nézte amúgy. Jaj, ne is mondd, én meg elbasztam a pénzt, bocsánat a kifejezésért, nem egy dalkérés. Azért az durva. Yeah. Komolyan hajlamos voltam, de csak azért, mert volt egy olyan rossz szokásom, hogy klippeket vettem föl tévéről, és hogyha volt egy olyan, amelyik tetszett, és csak a Music Maxon ment, akkor hajlamos voltam akár egy vagy két szavazatot is így eldobni a SMS-ben, csak hogy lássam. Wow. Igen. Tehát akkor, de ez nekem egy újdonság, hogy ez akkor ez a rendszer működött. Működött. Mert én azt hiszem egy-egy SMS küldtem mindig, és soha nem volt az, hogy azért, amit én kérek. Mert úgy feltételezem, az ilyen szavazós rendszer volt, hogyha egy zenére szavazós volt, szavaztak, igen. Akkor...
Igen. Akkor az így bejött előbb-utóbb. Amit King of Ash volt, Rasmus, azt én is nagyon szerettem. Ezen kívül nagyon sok System of a Down, Rammstein-t hallgattam. És egyébként nekem személyesen nem nagy kedvencem volt, de ha már edgy korszak, a Slipknot meg a Korn az ilyen nagyon... Ah. Hát igen, azok is dívtak. Hát Slipknottól a My Plague-et azt rongyosra hallgatom, ha olyan kedvem van, vagy a Wait and Bleed-et. Tehát most így... ne értsétek félre igazából, de saját magamnak az ízlését is így értékeltem. Csak úgy értem, hogy sokszor ezek a zenék annyira... hogy mondjam, van mindegy egy olyan fajta energia, hogy én egy meg nem értett tini gyerek vagyok, és így én azonosulok könnyebben ezzel a zenével. És egyébként minőségi zenék, ez szó se esik róla, csak ez a fajta... De valamiért mindig ugyanaz a réteg kedvelte jobban, és ezek tényleg a meg nem értett outcast tinik, amik mi is voltunk, hát most így, ha nem is tinik, de mégis még mindig inkább outcastek vagyunk, mint sem. Közben tehát... Peti írja, hogy oh no! Oh no! Oh no! No, Peti, megbántottunk? Ne haragudj! Nem hiszem. Hú, majd mindjárt leírja, hogy mire írta. Igen, Peti, mire gondoltál? Addig... Meg ha már zene? Bocs, mit kezdtem mondani? Csak azt, hogy addig folytassuk a témát. Tehát, amit így manapság tényleg így félve mond ki az ember, félve mondok ki én, nekem az egyik kedvenc együttesem a Négy Kelvek volt. És mi a baj? Hát, köszönöm szépen. Ez nyilván nem tőletek vártam, hogy lenézzetek emiatt, csak én szerintem sokan fel vannak akadva azon, hogy két számuk, a Someday és a How You Remember Me hasonló. Nem fogom védeni őket, ez ténylegesen egy... Tehát annak ez két számnak a hú, gyorsakat mondani. Tehát az valóban két nagyon hasonló szám. Ezt én nem fogom tőlük védeni, de egyébként meg ott van három albumnyi nagyon jó zene, amit igazából tényleg így bármikor hallta az ember, és itt nekem kellemes volt. Nyilván mai füllel az így másképp esne, de edgy fiatal gyerekként azért. Igen. Hát én konkrétan a Nickelbacket úgy ismertem meg, hogy pókember. Üdv a klubban! Igen, a valamennyi. A Hero-t adták az első filmhez. Chad Kroeger, meg hú, ki meg volt? Meg Josie Scott. Köszi. Nickelback és a Saliva énekesei. And they say the hero will save us. Az jó igen. Volt, az egy jó dal. Egyébként meg a Nickelbacket apám is szerette, tehát azért mondom, hogy nem gáz, mert ő meg rendszeresen hallgatta őket akkoriban. Egy-két dolgokat én is meghallgattam. Tehát pont a How You Remind Me-t azt például szerettem tőlük amúgy. Ó, azt én máig is meghallgatom szívesen, hogyha szól egyébként, az jó. Meg a Photograph-et is, ami szét lett mémelve. Közben eszembe jutott még egy együttes, akiket nagyon szerettem akkoriban hallgatni. Az már tényleg a nagyon, nagyon edgy szint, Three Days Grace. Oh! Ugye? Ugye? Az már tényleg az egyik szint. Baszki! Azt a büdes! Azt hittem, hogy én vagyok az edgy gyerek. Abban már nem hallgattam meg. Ezek teljesen jó zenék ahhoz, hogy ott leüljünk a valamelyik hátsó padban, és így egész nap senki sem szólunk az iskolában, csak Three Days Grace. Ez kb. Most, de legyünk őszíték, hát ez történt. Hát. Nem tudom, én a Linkin Park alatt nem éreztem ilyesmit. Egyébként. Hát az a Linkin Park, de ez meg Three Days Grace. Jó, Three Days Grace-nél igen, már mutattál két számukat, és így visszahallgatok például az
a My Time of Dying, amire Igen. csináltál egy Igen. elmét is. Igen. Peti írja, hogy dehogy csak eszembe jutott a nem katasztrófa, csak karácsony. Nem is a 2000-es évekből van, és majdnem ideírtam. Szerintem nem onnan van? Igen, Animal Cannibals-re gondol, nem? Igen, az Animal Cannibals. Az Animal Cannibals, mindjárt megnézem nektek, addig mehet nyugodtan a téma. Aha. Ja, tehát a lényeg az, hogy jó zenék voltak ezek, minőségi zenék voltak, tehetséges előadóktól. Mindenesetre valahogy ez így a korszellemhez fűződik. Ez úgy olyan fajta zene, ami hát még esetleg nosztalgia miatt meghaltunk, de valamiért már a mai világban már kevésbé tudunk vele azonosulni. Már az, aki nem abban a korban nőtt fel, és egyre többen vannak ezek az emberkék. Közben meglett a szám, hogy mikor jelent meg. 2002. Azta! Na, hát Peti, hát tehát nagyon-nagyon is akkor. No. Gamerként egyébként nem mehetünk el a grafikai váltások mellett. Szerintem a 2000-es években, amit elértek grafikailag, az onnantól kezdve hát szerintem onnantól már csak több részletet adtak később ebben hozzá, de igazából nagy egészében már ott is maga értelmében egy realizmus láttuk a képernyőn. És így. Ja. Közben ezt tartunk egy szünetet gyorsan. Ja, persze, persze. És itt újra itt, visszatértünk a rövid kis szünetből, remélem mindenki jól érzi magát újfent, vagy remélem, hogy jól érzi magát eddig is, és remélem, hogy jó fogja ezután is érezni magát. Elkezdtük a játékgrafikáról beszélgetni. Nektek mi volt az első olyan élményetek, amikor tényleg ránéztetek egy játékra, és azt gondoltátok, hogy fú, hát innen hova tovább? Hű! Na? Hát nekem most így az első emlék, ami bevillant, az konkrétan unoka bátyámnál volt a legelső Far Cry. Hm. Na,
nálam akkor volt ilyen... mi ez? Minek is nevezzem? Hát olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy innen tovább... Biztos, hogy nem. Mert a víz annyira élethű volt, basszus, hogy úszni lehetett volna benne. Ott és akkor. De a mai motor az már tényleg azt mondja, hogy na, most ha beleugrasz a vízbe, akkor már tényleg a vízben vagy. Tehát a Far Cry, a legelső Far Cry víz az most már nudli, de ott és akkor azt mondanám, hogy azt a mindenit. Nagyon brutál volt. Úgyhogy... részemről a GTA San Andreas volt ilyen, hát konkrétan amekkora a világ, meg amennyit belepakoltak, hogy miket lehet csinálni, számomra egy ideig az volt. Aztán... Szia neked is! Aztán... Hát igaz, hogy kb. Így a vége fele 2007-ben jelent meg, azt hiszem, Crysis. Na az... megizasztotta az akkori gépeket. Szerintem még némelyiket ma is meg tudja izasztani. Annyi, hogy most egy kicsit előre tekerünk, 2020, meg kijött a remastered, és konkrétan szarabb lett. Nem mondod! De nem lett annyira igényes, meg kicsit rondább is lett, ha jól emlékszem. De részemről ez így San Andreas, meg Crysis, amit tényleg, amire azt mondtam, hogy igen, na ez grafika. Ja. A Crysis, igen, amit te is mondtál később nekem is, de a legelső ilyen élményem tényleg a Far Cry volt. Már untig mondom, ne haragudjatok, de tényleg én végtelen példaképpen fel tudom hozni a Half-Life 2-t. Ez tényleg így, ami látvány szempontjából, meg fizika szempontjából az jutott az a játék, az egyrészt több játékot is befolyásolt a későbbi ebben, mint hogy jó pár játék felhasználta a Source Engine-t, amit az felhasznált. Meg úgy általában véve az számomra egy olyan évén is, hogy hú, hát ez van ahol tovább. Meg egyébként amit néztem játékot, és azt hiszem 2004-es játék a Prince of Persia Warrior Within, vagy 2005-ös talán. 5-ös vagy 4-es, de ha vársz, mindjárt megnézem neked. A legelső Prince of Persia? Nem a legelső. A Warrior Within. A Warrior Within az a második. Ja, a Warrior Within, akkor igen. Akkor valahogy úgy. Mert ugye először volt a Sands of Time, imádom még mai napig is az elsőt. Warrior Within-ről tudnánk mesélni, mert ketten vittük végig. Hát, igen. Run is the dahaka! Ja. Tényleg. Godsmack. Az, Godsmack. Igen. Mindenesetre annak játéknak így a... tehát az a játék például nem volt annyira részletes, mint mondjuk a Crysis például, vagy akár a GTA San Andreas. De mégis voltak benne olyan effektek, olyan, tehát az akkori technikából úgy hozták ki, hogy azt az illúziót keltsék, hogy valóság hű. Lehet, hogy ez érdekesen hangzik. Kicsit olyan, mint egy mosódott fénykép például. Igen, az együtt tudok érteni, közben megnéztem 2004. Igen, igen. Valahogy ezeket ahhoz kötöm, hogy mikori GameStar magazinban olvastam róla. Fú, nem is tudom. Nekem annyi GameStar magazinom van, de ezt múltkor beszéltük is, meg PC guru. És beszéltük is, hogy neked a lemezek vannak meg, neked meg a magazinok. Ja. Neked meg mind a kettő. Jó, hát nem írok. Szóval tényleg, igaz, hogy így az a 2000-es évek előtti évszedekkel így, tehát, hogy mondjam, sokkal hosszabb története van a játék grafikának, mint amit így el tudom mondani a 2000-es években, de mégis a 2000-es években, amit láttunk, az is annyira dinamikus volt, hogy egyszerűen tartotta azt a tendenciát, mint előtte. Tehát a lényeg az, hogy 2000-től 2010-ig
majd, hogy nem olyan szintű változás érzékeltünk, mint 90-től 2000-ig. Hát igen. Lehet már túlban jutottam, de nem értitek. Értjük. Értem, de amúgy, ha meg is nézed, rengeteget fejlődött a grafika, és még ma is rengeteget fejlődik. Jaj, és mond. Igen. Minden esetre nem tudom, hogy vagytok fel, én kezdem azt érezni, hogy már annyira valósághűek a játékok, hogy már ténylegesen hova. Már most igazából a felbontás az, ami esetleg nőhet, meg ugye, hogy több magasabb textúrát tudna belevinni, több poligont, de már azt is igazából hova. Hát figyeld, még tudnak, ha most megnézzük a Square Enix játékokat, annyira részletesek, hogy ez hihetetlen. Konkrétan, ha megnézed most a Final Fantasy 7-nek a remake-jét, Cloudnak, a hajának, konkrétan az összes szálát látod, egy az egybe. Vagy ha megnézzük most az új Unreal Engine-t, nem tudom, hogy arról láttál a demót. Még nem. Még nem láttam róla. Ugyanaz szinte. Basszus, jó. De konkrétan még a por szemcséket is látod, olyan szinten részletes az egész. Valóban, mindazonáltal most, ami nekem eszembe jutott, például a Death Stranding, a játék, ami kijött 2019. novemberében, és azért tudom, mennyire pontosan, mert most rákerestem ugye a háttérben. tehát ez ugyebár pár éves játék, most már ezt elmondhatjuk, de én úgy érzem, hogy ami abban játékban van grafika, onnantól igazából már tényleg lassan tudjunk, hogy hova tovább. Valóban belakadnak több részletet, de már szerintem az a játék is az önmaga részletességével is elég realisztikus tud lenni. A későbbi játékok hasonlóképpen realisztikusak lesznek, csak már több részlettel. Igen. Bár azt azért hozzátenném, hogy a grafika nem minden. Ha játékmenet rossz, akkor mit kezdesz a grafikával? Semmi. Igen. De úgy visszatérünk a 2000-es évekhez. Nagyon sok weboldal volt akkor, ami... Tehát, hogy mondjam, ez egy hülye mondat, nálogítok, de a lényeg az, hogy régen szerintem napi szinten több weboldalt használtunk, mint ma. Ez igaz, most így belegondolva. Yeah. Ez főképp azért van, mert mostanság igazából egy-két oldal monopólium helyzetet alakított ki, hogy szinte csak azt használjuk. Ha a barátunkkal fel akarjuk kapni a kapcsolatot, akkor felmegyünk Facebookra. Például. Ha videókat akarunk nézni, akkor felmegyünk YouTube-ra. Például. Mindenkinek Gmail fiókja van. Tehát szinte mindenkinek, de hogy az emberek 80-90%-án Gmail fiókja van, és akinek nem, azt kinevetjük. Na, és akkor kit kell kinevetni? Ez az, hogy nem tudom, kinek nincs Gmail-es fiókja, és akkor még mindig citromelt vagy frémelt használ. Ki akarom nevetni most? Mondom most. Kamajan? Nem, viccet félretéve. Tesómmal múltkor beszélgettük, hogy régebben az internet az olyan volt, mint egy ilyen digitális vadnyugat. Hogy nagyon sok oldal volt, nagyon sok oldalt használtunk, és igazából sokféleképpen meghekkelhetik igazából a gépünket, úgyhogy igazából észre se vettük, mert nem tudtuk, hogy ez hogy működik. Nem volt igazából egy kialakult tudatosság. Ez az egész web kultusz minőség, ez úgy rázódott a nyakunkba. És hát javarészt meg így ki is használták így ezeket a hackerek, mondjuk. Ja. Hát meg ugye rengeteg rosszindulatú vírus is terjedt amúgy akkoriban. És nem volt annyira kiforrott itthon még az internet, hogy ezekről tudjunk. Most gondolok itt például, hát ami nagyon híres volt akkoriban, talán nővérem használta, nem emlékszem már rá, LimeWire. Ugyanis az MP3 fájlokba ugyanúgy el tudtad ültetni a vírust.
ha tetszik, ha nem. Ja, erről láttam egy mémet is egyébként valamelyik nap, hogy tölti rá az MP3-ot, hogy ugye annó, alatta ugye a Limewire, és akkor imádkozz ember, please don't be a virus, please don't be a virus! Igen. Na mondjuk nekem nem volt hozzá szerencsém, hál' Istennek. Nekem se. Ha már monopóliumról beszélünk, manapság, hogyha barátunkkal fel akarjuk venni a kapcsolatot, akkor felmegyünk Facebookra, de régen. Tehát még 2000-es években annyi fajta lehetőség volt, hogy felhívjuk a kapcsolatot. Még volt időszak, amikor a MSN Messenger, Windows Live Messenger volt, volt MyWeb, volt eWeb. Igen, volt Roviv amúgy. Micsoda? Roviv is volt amúgy. Az mi? Nem hallottam erről. Nem a romániai izé? De, a romániai eWeb, ami magyar nyelvű volt. Wow. Ja. Igen, meg... Hát még ezek előtt, amit nem tudom, hogy ti ismertek-e, chat.hu. Na azért, néztem is volna, hogyha egyik őtök se ismeri. Már csak azért ismeri. Fasd meg! Amikor 10 évesen beültél az a számítógép elé, és akkor próbáltál beszélgetni, és azt mondtad, hogy én 18 vagyok. Igen. Én csak a háttérben láttam a legendát, használni sose használtam. Én használtam. De nem egyedül. Akkori haverokkal. Hadd találjam ki, trollkodtatok, mi? Egyébként, ja, tehát elég sok lehetőséget ad a trollkodásra, de igazából a trollkodás az így nem úgy kell képzelni, mint egy ilyen jól megfontolt valami, hanem mondjuk így, így adtunk egy olyan nevet mondnak, hogy Faszvilla 2008, mert... Igen. És így ráírtunk mindenkiről, hogy köcsök. Körülbelül. Szóval, hogyha valaki visszanézi ezt a streamet, mondjuk 40-50 évesként, és így kérdezi, hogy kik ezek a rossz fiatalok, hát... Sajnálom. Valakinek egyszer fel... Valahogy sajnos fel kellett nőni. Ja. Fiatalok voltunk és bolondok. Azt nem mondom, hogy kellett a pénz, mert akkor nem kellett annyira, most már jobban kell. Jaj, ne mondja, Peti. Szerintem a chatpontról mondta, hogy jaj, ne. Lehet. Meg még a Rufikával kapcsolatban írta, hogy nekem a Super Mario Galaxy volt az első ilyen nekem. Komolyan azt a játékot simán ki lehet találni újonnan ma is. Megtörtént. Igen. Amúgy tényleg megtörtént. 3D All-Stars. Igen. Hello, szervusz, Zaki! De mi van, hogyha nem hello, hanem heaven low? Tudtátok, hogy létezik low herpes? Most már igen. Micsoda? Low herpes. Most már igen. Ezt mondtam! Tonk! Szóval igen, régen sokkal több lehetőség volt hotdog.hu. Tényleg. Erre meg is feledkeztem. Basszus. Startlap, az nem tudom, hogy még van-e. Van. Köszöni szépen, még ilyen. De az akkoriban nagy divat volt, főleg a flashes játékok miatt. Aranyásul meg volt? Igen, minden. Igen, meg úgy minden témának volt egy startlap oldala. Igen. Mit tudom én, pokemon.startlap.hu például. Vagy... Na erre majd még kicsit kitérünk. Szerintem... Na, ha. Közben... Hello, meg... Nóri! Igen, ezt akartam mondani. Mondja, hogy Nóri. Hello. Nyihahan. Peti azt írja, hogy nyihahan nehézségű lovat oclóz, aki. Ocló? Oclóz, aki jött oszlóból. Ocló? Nyek. Nere. Vissza no, az internetre. Igen, de egyébként aki eddig lemaradt, úgy általánosabban beszéltünk a 2000-es évekbeli zenékről, az akkori kütyükről, és most járunk úgy, hogy a akkori játékgrafikáról nem mehetünk emellett, és most van szó úgy általában a weboldalakról.
Így. Hozzá akartál valamit fűzni? Hát még egyedül talán a kütyükhöz a mobiltelefonok fejlődését tudnám hozzátenni. Oh, Most gondoljunk igen. bele, hogy most itt vannak ezek a kütyük. Konkrétan egy kép. Konkrétan egy képernyő. Ja. Akkoriban mi volt? Konkrétan talán ennyi képernyő, zöld, fekete. Nekem tudod, mekkora volt a legkisebb mobilom? Jó, most nem is az a lényeg. Meg nem is az volt, hogy konkrétan így fogod, és akkor érintőképen, és ott vannak a számok, nem, hanem konkrétan Meg volt nyomógombok. rajta kígyó! Volt rajta kígyó. Mondjuk az a Nokia 3310-esen volt menő, amit hogyha a földhöz vágtál, a beton tört össze. Csak így lényegesen. Ja. 2000-es évekbeli kütyük zseniálisak, javás mobilok, Mini igen, az... csengő hangok. Igen, azok is nagyon menők voltak. Főleg, amikor izé megpróbálta a zenét szerkeszteni rajtuk. Az nekem kimaradt. Nekem megvolt. Meg ugye manapság, ha már monopólium, ha videót akarunk nézni, akkor felmegyünk YouTube-ra. Régen, ha videót akartunk nézni, akkor kértük a barátainkat, hogy küldjenek át videókat. Hát, vagy kiírták neked CD-re. Vagy kiírtak Beugrottál ezen a CD-re. kabátjáthoz, és onnan mindent összeszedtél, és kiírt a CD-re. Lásd Igen, én! így. Hát konkrétan Fú, így annyit... terjedt, amúgy akkoriban tényleg így terjedtek a legtöbb videó, tehát főleg így faluhelyen, hogy kiírták CD-re, és akkor tessék, másolj le magadnak, tessék, nézzed. Úristen. Meg nem csak Igen. CD volt ám a menő, hanem ha már kütyük, a vrekkek. Igen. Hordozható kis vrekkek. A mobilrek. Jaja. Hát emlékszem, ki is akadtam, hogy így unoka bátyám vesz, hogy kihúzza, és akkor mondja nekem, hogy szia Kinga, akkor majd este találkozunk. Így nézem, mit viszel magaddal? Azt mondja, hogy hát viszem a gépemet. Hát igen, akkoriban tényleg minden így működött. Mondjuk egy ideig még a floppy volt a divat, de... Oh! Hajaj! Flashback, hát bazd meg! Még 2005 előtt még azért voltak ilyen beszélgetések, hogy itt szükség volt egy dokumentumra, és kérdezik, hogy és floppy-n vigyem, vagy pendrive is jó lesz. Nice! Nekem soha kötelező volt floppy-t vinni egyébként. Igen? Igen. Volt ilyen korszak, igen. Hát meg ne felejtsük el amúgy. Igen, bocs. Általánosuliban, hogyha nem is volt úgy internet, de valamit kellett csinálni órán. De nem feltétlenül úgy, hogy Excel, vagy Word, vagy jegyzetem, vagy ilyenek. Tanuljunk meg programozni. De Comenius logon! Na? A technőc, bazd meg! Igen! Üdv a klubban. Nekem is Comenius volt az első program, amit tanultam informatikát. Na, hát, tis, azért. Ja, J3, B2, F1. Úristen! Fú, nekem valahol megvoltak a lemezek. És nincs meg. Szerintem apám kidobhatta. Rip. Hát na, jó pár dolgot sajnos így kikukázott. Hát na, azóta ő is sokat változott, már ő is úgy van vele, hogy na hát biztos jó lesz az a fiúnak valamire. Akkoriban viszont egy kicsit, na. Na de, el a családtól. Én azt nem értem, hogy amikor én tanultam a Comenius logót, akkor miért nem tudták egyértelműsíteni, hogy itt most én itt programozást tanulunk? Amúgy én, igen. Amúgy én csak ja. azt láttam, én csak azt láttam, hogy valamiért ott vagyunk informatika órán, és baszogatjuk ezt a kurva teknőst, de hogy miért? Azért, hogy játszott tanulj. Amúgy igen. Igen, de tudod, így hetedikesként én nekem fogalmam sem volt, hogy miért kell ott baszogatni ezt a kurva teknőst, csak azt láttam, hogy bekrémi az, hogy J1, és akkor előre megy egyet. Igen. Hú. Visszolvasom, amit így írtatok. Zaki írja, hogy ha videót akarok nézni, én a P3 megy. Húha. Fura módon. I have several questions.
közben Hát Nóri figyelj, itt... egyébként 2000-es években valóban sok mindent lehetett hinni CD-re, ott voltak a zenék, ott voltak a vicces kis videók, lehetett kínni port. Nóri írt még. Cenzor! Nóri írt még, hogy... Na, így. Nóri írt még, hogy hallottam egy jó kis beszámolót, miszerint mi vagyunk a korosztály, akik még tudják, hogy kell nyomon gombos telón SMS küldeni, ha a nagypapa nem tudja, mi van a tatamobillal, de már nem probléma, megtanulunk. Az... Micsoda? De már nem probléma, megtanulunk az újat sem. Én egyetértek. Ja. Lényegében igen, mert kezemben nyomnak egy nyomógombos telefont, akkor én még tudom kezelni. Szint úgy! Igen. Ha meg a kezemben nyomnak egy Nokia 3310-es, akkor valószínűleg snake-ezni fogok. Ha van rajta hangszerkesztő, akkor megcsinálom a magyar népmeséket. Annyi, hogy amikor még ezek a... Milyen... Hát nem... Nem színes kijelzős telefonok, hanem ezek a nagyon régi monokróm telefonok, köszi, hirtelen jutott eszembe. Ott nem az volt, hogy így, mint egy MIDI csengő hangot, így hangsz, mint a Fruity Loops, vagy ilyeneket összeállította. Nem, hanem konkrétan be kellett gépelned, hogy C3, kötőjel 4, J5, meg ilyeneket. Igen! Akkor igen, jó, akkor jó! Igen! Meg a ponttal, meg a... Várjál, melyik a kett, volt a pont, meg a kettős kereszt, azt hiszem a két oldalt, és akkor azok alapján meg tudtad a szólamot is, vagy magasabbra, vagy alacsonyabbra azt hiszem, menni, azt hiszem. Igen, volt ilyen. Úristen, csoda, hogy ilyenre emlékszek. Ja. Én gondoltam úgy, hogy ahogy csináljuk a streamet, így közben feljönnek az emlékek, én erről valamennyire számítottam. Ez tök jó. Jaja, a kocsi. Igen, nem is zaki rende! Jaja, a piaci Nokia 3310-re úgy raktam rá az orosz himnuszt. Menő. Ja, Nóri megírja, áldott átmeneti időszakban nőttünk fel. Én azt mondom, hogy cakkompak a legjobb időket éltük meg, tehát jobbkor nem is lehetett volna szerintem születni. És akkor még gondoljuk el, hogy mi nem értünk el a ketyerék nélküli időhöz. Bakker. Mm. Ja, úgy általában az internet nélkül ilyenre gondolsz, úgy... Vagy nem, nem tudom, azt mondja, az egyik témapontra gondolsz, de inkább hagyom, hogy kifejtsd. Lényegében arra az időszakra gondolok, amikor nem volt internet. Voltak ketyerék, de nem feltétlenül így, hogy internettel együtt. Gondolok itt a régi konzolokra, mint mondjuk a SNES, N64, PlayStation, Dreamcast, Sega Saturn, Mega Drive, ilyenekre gondolok, meg hát ugye számítógép, de ezek mellett még volt más is, amivel így az akkori gyerekek el voltak. Ugye nem a Nokia Engage-re gondolsz? Nem. Hú, jó van, megnyugodtam. Nem feltétlenül ketyerékre gondoltam. Na, nézzük, hogy ki mennyit tud elmondani. Sudoku. Nem tudod, mi volt akkoriban a menő a gyerekek között, mi volt veled, ha? He? Miről van szó? Shame on you. Most meg ne hallgatlak titeket. Mert téged, na. Már tényleg kíváncsi vagyok. Itt írja Nóri a tamagocsit. Az is menő volt. De nekem nem volt tamagocsim egyébként. Úgy nőttem fel, hogy nem volt egy ára tamagocsim. Nekem sem amúgy szóval. Én csak a háttérben figyeltem, hogy mi az az idézőes menőség az iskolában. Ketyerék nélküli élet? Hát mondjuk, ha még ketyerének számít, akkor még ott van a piaci Tetris. Hát, azt igazából itt-ott-ott megtaláltam. Úton útfélen az életemben volt, amikor unoka tesóméknál volt, volt, hogy barátoknál láttam, akkor mindig elkértem egy-egy játékra, de csak ideig búráig kötött le. Na de. Visszatérve ketyerék nélküli élet. Na. No, hát... Fie, szabad a gazda. Sok dolog menő volt akkoriban, nem tudom, hogy specifikusan mire gondolsz. Hát főleg fiúk körében mi volt menő egyszer? Pokémon. Igen. Mi a bajod?
A Pokémon az menő volt akkoriban, főleg a Pokémon tazógyűjtés. Az meg én is igen. Próbáltam tazógyűjteni, csak ugye hülyeségnek tartották a szüleim. Ami akkoriban akkora, ami nagy szerencse volt, hogyha kinyitottál egy lészes chipses zacskót, és nem egy tazó volt benne, hanem egyszerre hét. Például. Azt hogy? Menőség, szerencse, meg minden. Akkor ugye, hát mellette ott volt még a Master Croc kártya. Basszus! Na ugye, ugye, mert kezdenek így derengeni. Bejött ugye a Yu-Gi-Oh! Jaj, ne is mondd! Amit amúgy Nabu barátom mai napig tol. Akkor Beyblade, a kis pörgetjük. Azok a papírvackok? Nem a papírvackok, a műanyag. Meg azok fém. Is, de voltak azért rendes műanyag Beyblade-ek is. Meg fém is volt amúgy. Meg fém is. Mm. Amivel be lehet találni a műanyag vackos Beyblade-eseket. Meg a házi gyártású Beyblade-ek. Jaj, a Beyblade-et emlékszem, hogy anyám össze-vissza szitta, mert az óvodában is nem egy gyerkőc vitte, és nem egy baleset volt belőle. Hát na, várható volt. Igen, azért az inkább, tehát ez nem oldás gyerekeknek van azért. Igen. Hát meg ugye, ami még számomra nagyon emlékezetes, az a Bionicle. Na ugye? Már így kezdelek így. Nem volt Bionicle-om, de ismertem őket a Lego katalógusból. Nekem még valahol talán felhoztunk egyet-kettőt. Talán az összes Bionicle-t felhoztunk. Valahol megvannak, ja. De nekem még mai napig megvannak a Bionicle figuráim. Csak meg kell őket keresni, lehet, hogy itt vannak valahol az ágy alatt elrakva. Vagy a mambás ládában. Majd megkeressük. Ja, majd legközelebb elővesszük. Ja, és akkor így kirakom az asztalra, így ide kifogom őket rakni. Igen, tazó az nekem is volt. Emlékszem, hogy korábban gyűjtöttem is, és nagyon sok tazom volt. Fasz tudja, hol vannak. Nekem megvan mind. Hát, de egyébként te ezt jól csinálod, hogy megtartottál mindent, hogy nem hát, tudom, szerencsé, vagy nem tudom, nekem itt nem tudom, hogy hol vannak. Hát már ami megvan. Most a Master Croc kártyákból rengeteg volt nekem is, azok eltűntek egy az egybe. Uh-huh. Tehát, na. Nekem... Mindazonáltal egy olyan dologra emlékszem, amikor felbontottál egy... Tehát az volt, én kezdem, hogy a testvérem nekem adta a saját csomag Master Croc-ját, mert neki már nem kellett. Aha. És felbontottam, és vagy most lehet, hogy hülyeséget mondtam, tehát abban voltak a Pokémon tazók? Nem, abban Master Croc kártyák voltak. A Cheetosban meg a Lace-ben volt Pokémon. Akkor valamelyik azok közül. Tehát felbontottam egy olyan csomagot, és volt benne egy Ash és Pikachu kártya. Ha! Amint a tazó. Konkrét, egy tazó, amin egyszerre rajta volt Ash és Pikachu. Igen, volt olyan. Akkor az egy mester tazó volt, ha jól tudom. Ja, igen. Ami mindenkit legyőz! és mivel a tesóm azt nekem adta azt a csomag chipset, én így feltételeztem, hogy már az enyém. De ő meg elkezdett így veszekedni rajta, meg konkrétan majdnem nem. De fizikális abúzus része lett, mert ez enyém lett volna. De, ha már chipszek, meg kártyák, azért fogtam így, és meredtem magam elé, mert lett egy flashbackem. Na. Kinek tereg a gyűrűkurás lézes kártya? Basz. Igen. Az is volt, tényleg. És nekem megvannak még máig is, bontatlanul. Igen, azt mondtam, wow. Néztük is. Valahol megtaláltuk a másik szobában. Nekem még, ami most így beugrott, még ahol lehetett akkoriban úgy kapni Kellogg's gabona pejhet, ugye? És ugye divat volt akkoriban már, akkor is a Marvel filmek, mondok itt a Pokémonra, meg az X-Menre, és ugye bejött az X-Men 2. Na akkor a Kellogg's-ban dögcédulák voltak a karakterekkel, és nekem mai napig valahol megvan. A rozsomákos dögcédulám. Mintha azt mutattad volna egyszer. Igen. Az nagyon menő. Majd ezt elő fogom keresni. Az annyira menő, amúgy. Nem, hogy legközelebbi podcastra ezeket a relikviákat összeszednénk. Hát lehet még egy retro podkávét csinálni. Kikutyuljuk azt is majd. Ja. Na közben de. Jöttek a chatbe.
Igen, Núr írta, hogy ja, 1862-ben, amikor én születtem, még nem volt internet és számítógépem, kis nyomítomikat Tamagocsival Jó. Múltkor azon csodálkoztam, írja Zaki, hogy az egyik ismerősöm nem tudta, hogy mi az a VHS kazi. Az hogy? Wow. Tehát az az ismerősöd úgy mikor született? Úgy 2011-ben? Ja, amúgy ez a nagy kérdés, mert hogyha 2000-es években született, akkor még úgy, ahogy találkozott VHS-sel. Hát Simán. konkrétan, amikor már egy kimenő félben voltak, és még középsúlyba jártam, és még volt Alexandra könyvesbolt. Bementem Miskolcon a plázába. Hát konkrétan valami, akkoriban volt a nagy manga divatom, hogy akkor is úgy begyűjtöm a mangákat. Naruto, meg Rurouni Kenshin, meg Death Note, meg ilyenek. És konkrétan így egy stóc, régi VHS, darabja 2-300 forint. Aztán ezt mesélted nekem. És műsoros volt mind. Hát konkrétan rengeteg RTL klubos tévéműsor volt ott, ilyenek, mint Godzilla, mit tudom én. Konkrétan ilyen filmek voltak, és 2010 után. Azért az nem semmi. Igen. Núr írja, hogy fú, nálunk még az az izé volt menő, ami nekem nem volt, azért ez jut eszembe, valami minibabák, Polly Pocket talán. Polly Pocket. Polly Pocket, igen. Igen. A fiú megfelelője, meg ha jól emlékszem, a Mighty Max volt. Azt nem tudom, de Polly Pocket, azt tudom, hogy nagy menőségnek Igen. számított. Mindjárt megnézem ezt is, mert tudom, hogy volt egy ilyen fiús megfelelés a Mighty Max, ami szinte ugyanaz. Na, én úgy tudom, hogy a Polly Pocket az inkább a 90-es években kezdett trendi lenni, de tényes vadó a 2000-es években is aztán az volt. Nem tudom, mert én nem a 2000-es években voltam gyerek, én akkor már tini voltam, baszki. Na, közben igen, Mighty Max volt. Hát Nóri az egyébként ő na, hát Hát hogy lehet ezt szépen mondani? Nem mai csirke. Miért mi? Ő az ő esetében még az ilyen Polly Pocket, meg rongybabák, meg fából kifaragott babák lehettek a menők. Na. Közben írja, hogy azért az kemény, hogy nem tudja. De én meg olyat is ismerek, aki az audio kazit nem ismeri, fogalma sincs róla, hogy mi az a Úristen! A paszki pedig, jó, ez most egy évtizeddel arrébb van, de amúgy nekem is volt Walkmanem, és ugyanúgy volt egy csomó mixtape-em is. Konkrétan nekem is, sőt, nekem valahol mai napig megvannak, sőt, tudom, hogy hol vannak, egy szekrényben vannak elzárva. Jaj, ne! Hupikéktől pikék! Láttam! Na, hát jó helyen vannak ott. Sőt. Pokémon is van. Mind a két kazetta megvan, magyarul. Hát te okosan csináltad, nem úgy, mint én, aki kitette a kazettákat. Igen, tudom. Hát Mert hogy lomtalanítani kellett. Igen, tudjuk. De igen, hupikék, törpikék, kazetták 1-től 9-ig. Jól nyomtad, haver! Jól nyomtad! Momó rátért valamire, amire én mindig kíváncsi voltam. Tehát írja azt, hogy csípte az acskóknál, emlékszem arra, amikor az acskóban pénz Ti volt. nyertetek pénzt belőle? Nekem az egész kamonszagúnak rátszódik így visszanézve. Igen, ugyanez. Soha nem nyertem vele. Én sem. Igen. De volt viszont valaki, akinek volt benne. Azt én is De hallottam. láttad a saját szemeddel? Hát ez az, hogy nem. Csak hallottad. Igen, ez az, hogy én is csak hallottam, hogy... Tehát máshogy hallod, és más, amikor Igen. látod. Igen, hogy konkrétan volt benne egy 500 forintos. Hát, oké, de látni is szeretném, mert most azt mondod, hogy kinyitod a Cheerios chipses zacskót, mert amúgy ebbe volt, ha jól emlékszem. És akkor így fogod, azt beleteszed az 500-ast. Azt utána még, nézd már! Nekem az egy nyitosszal ér fel továbbra is. Nekem is. Na, már ilyen kibontós dolgok. Azt hiszem annak idején volt divat ugyanúgy a Pepsi-s meg a kokás kupakokba ilyen ábrákat berakni, és hogyha Igen. kibontottad, akkor azt nyerted, azt hiszem. Valami Igen. hasonló. Igen. Úgyhogy, ja, hú. Meg, mi volt még akkoriban menő? És így gondolkozok.
Közben. Nuri, hát ha Nuri tud válaszolni a kérdésünkre. Igen, kétszer volt 500 zsé benne. Aláírom, hogy volt, de tuti nem annyi, amennyivel reklámozták. Ilyen celofánba volt becsomagolva, hogy ne legyen zsíros. Mondjuk ez logikus amúgy. Igen, egyébként. Meg alapjáraton a pénz azért ki tudja mennyire koszos. Ja. Igen, bár lehet, hogy wow. Újonnan nyomtatott pénzt raktak bele. Valószínű, de teljesen mindegy. Ugyanúgy lehet rajta bármilyen szennyeződés, ami azért, na. De a már internet nélküli világ a 2000-es években. Emlékszem, hogy én annak idején, amellett, hogy imádtam zenét hallgatni, hát szégyen nem szégyen, de az akkori MTV-t nagyon bújtam. Igen. És klippekre vadásztam. Akkor ugyanúgy bújtam a Viva TV-t és a magyart. Úgyhogy... De németet is néha. Mit csinált? Német Viva TV-t is néha. Nem volt német. Viszont amit még nagyon szerettem nézni, az a Minimax volt, meg a Cartoon Network. Na azt azért tegyük hozzá, hogy ott volt még a parabolás tévés időszak, amikor be kellett állítani, hogy akkor most melyik adást nézzük, hogy melyik csatornákat akarjuk nézni. Hát nálatok lehet, de nálam már akkor be volt kötve. Hát az nekem akkor nálam. Ez faluhely, most gondolj bele, hogy lehet, hogy tényleg nekem nőttél fel, hogy Minimax, meg ilyenek. De bazd meg! RTL 2! Megvolt! Super RTL! Az is megvolt! Satánc! Az is megvolt! Német Cartoon Network! Na jó, az nem volt. Én nyertem, de miért lekezd. De hé! Délutánonként, hogyha új volt szerencsénk, akkor el tudtunk csípni egy... Mi volt a neve az adónak? Markiza vagy mi? Ahol Ratchet & Clank szaladgált? Nem Markiza, azt múltkor pont beszéltük amúgy. Ja. Aztán pont az első adásnál. Szóval úgy volt akkor ilyen... videójátékos tévés tucat is néztem. Magyarul meg azt hiszem, ahol megfelelője a pont... Hát nem teljesen a megfelelője, de volt egy ilyen, hogy .hu. Ott meg a számtekes cuccokat beszélték ki, meg a játékokat, amik akkor voltak trendik, illetve a műsor végén mindig volt valami feladvány, ami által lehetett játékhoz jutni. Igen, arra emlékszem is, hogy egy időben nagyon késő este adták, és utána már átértek a nappali műsorsámra. Ó, hát olyan késő este konkrétan, hogy fenn kellett lennem a személyfélig talán, hogyha nagyon izé akartam lenni. Talán. Valahogy így. Talán. Ja. De Dani nagyon csendben van, hagyjuk, hogy ő is szóhoz jusson. Ah, nem, ez egy beszéltés, ha jól hallani titeket. Meg egy hirtelen összettem volna. Hoppá! Régi tévécsatornákra gondolunk. Most gondolj tényleg ilyenekre, mint az RTL 2, mert ugye most már van RTL 2 itthon is, de most a német RTL 2-re gondolok, a Sat 1, Super RTL. Meg nem tudom, melyikőtök esetleg emlékszik-e Vampira. RTL 2 volt egy ilyen RTL 2 kabala akkoriban. Német RTL 2. Hogy nézett ki? Ilyen nyúlt képű egérszerűség, ami konkrétan egy vámpír volt. Hú, te valahol van nekem, de ennyi? Keres már rá egy képet, mert nekem olyan... Most így hirtelen olyan flasheim vannak. Nem vagyok benne biztos, hogy jóra emlékszem, de nekem dereng. Asszó... Mondjad. Zoli most egy némileg ártatlanabb dolgokat mondott, most mondok dolgokat, amiket én mondanék. voltak, igazából Nórival beszéltünk egyszer múltkor, mert olyan tűnik, hogy ez egy közös emlékünk volt. Én gyerekként nagyon szerettem sokáig fennmaradni, és vagy rosszul mondom, nem is sokáig maradtam fenn, egyszerűen korán felkeltem mindig, és leginkább azért, mert hogyha korán felkeltem, akkor mindig egyedül voltam a lakásban, azt néztem, amit akartam a tévén, és egyébként nekünk is voltak ilyen német csatornáink a UBC jóvoltából, és valamelyik ilyen német zene csatornán, After Night, voltak azért hirdetések,
mondjuk leginkább telefonhirdetések, amik olyan fajta szolgáltást nyújtottak, amiket... Porn? Hát telefonszex van, most mondjuk ki. Tudjátok, hogy mi a durva? Hogy nem csak az volt, hogy ilyen szép küllemű, jó alakú nőkkel reklámozták ezek az egészet, volt nagymama is. Volt. Hát figyelj, hogyha valakinek arra volt igénye. Igen. Volt nagymamás telefonszex, vágjátok? És így... Erről egy másik német csatorna jutott eszembe, bocsi, hogy belevágok. Igen. Mert ugye nálunk egy jó ideig nem volt UPC, meg ilyenek, mert nem lehetett bevezetni taktaszadára. És ugye egy idő után be lehetett vezetni a UPC-t is, meg ugye volt a helyi kábel TV szolgáltató. De egy ideig nekünk parabolás volt. Volt egy olyan csatorna, hogy ZDF, ha jól emlékszem, és hát talán, nem biztos az EDF, lehet, hogy már valamilyen sportcsatorna volt, az volt a lényeg, és szinte ugyanez, annyi, hogy nem telefonszolgáltatás, hanem konkrétan volt egy olyan sorozat, rövid klipekből, hogy sexy short clips. Uh-huh. Hát konkrétan sportos striptease, ennyi az egész. És akkor ez ilyen soft pornó volt? Ja, soft pornó igazából. Aha. Mit akartam mondani? Hát konkrétan a betelefonálós pornóra gondoltunk. Popcorn, te! Betelefonálós popcorn, igen. Cenzúra hatalma. Te. Na, Nór írja, hogy jaj, Dani, éjfél után nem szabad zatein, az nem tudom még. Zatáinc. Nézd, nem tudom, melyik csatorna volt, ez a csatorna nekem nem rémlik, ez valami zene csatorna volt. Hát most így belegondolva a Music Max, meg nem tudom, mi volt a másik, azután volt hasonló. Viszont nekünk az már kicsit... Nekünk a Music Max is olyan volt, hogy hajnalban zene ment, ezt azért is tudom, mert hogy arra aludtam el. Viszont volt egy olyan időszak, amikor nem. Amikor másra ébredtél fel. Már nem emlékszem, de lehet, hogy nálatok máshogy volt, ez is lehet. Igen. Személyes tapasztalat csak azért. Kérdezi, vagy pontosabban felemlítette Zaki is, meg Peti is a Jetix-et. Képzeljétek, bár emlékszem a Jetix-re, nekem legfőképpen a Fox Kids volt az, amit én sokat néztem. Én nem néztem, de tudom, hogy volt Fox Kids konkrétan. Apukámnak akkor volt kollégája, akkoriban nagy divat volt a VHS másolás, és akkor nem is tudom, melyik filmet másolta át, és így a végére felvett három Jetix sorozatból egy-egy epizódot. Gondolok itt a Gógyi felügyelőre, Inspector Gadget, azt hiszem Kémkutyák volt még rajta, meg talán még egy Nyekkamacska. A Nyekka Macska egy zseniális sorozat, az ténylegesen a South Park gyerekeknek. Ezt én mondom nektek. Az biztos. Kellően edgy, szórakozató, meg igazából pontosan az a fajta, aminek van tartalma, amit a felnőttek is tudnak értelmezni. Már, hogy mondjam, a felnőttek is tudnak beleazonosulni. És még a gyerekek is megértik, ezt akartam mondani. Zweites deutsches Fernsehen, Zaki. Egyébként Zaki, ezt így valamennyire neked is mondom, neked, mint ilyen technikailag erősen érdeklődő személy, biztos jól leszett volna magad a 2000-es években. Mert ott igazából szükség volt egy informatikai problémának a megoldásához, tényleg szükség volt szakértelemre. Az biztos. Szükség volt, így beleásod magad. Nem volt az, hogy mondjuk Google-n rákerestél valamire, hanem mindenre így magadtól kellett így rájönni, és én tudom, hogy téged ez valamennyire így motivál. Hát, hogy szájról szájra teljett a tudás.
Mindenki átadta a másiknak. Hát vagy könyvekből, mert még az is divat volt akkoriban, hogy... Vagy a Chip magazin! Tényleg, Chip magazin. Mert még volt egy másik magazin, de... Az most nem ugrik be. Meg volt egy ilyen sorozat, hogy Easy PC. Igen. tényleg, most ez eszembe jutottam. Hirtelen akartam mondani, most én is. Amikor így küldtek ilyen prospektusokat, és akkor küld vissza nekünk ezt a csekket, vagy mit, befizeted, és akkor küldünk neked érte valamit, és akkor még kapsz mellé ajándékba, mit tudom én. Gondol ki például, csodálatos állatvilág. Na kinek van meg ez így? Az összes megvan. Nem, és az kivételesen azt megtartotta magamnak. Na, így jól tetted. Nem az összes, de van belőle jó pár. Plusz még valahol talán megvan a távcső is. Aha. Ez jó kis bóvli távcső. Na, én az ilyenekből kimaradtam, az az igazság. De emlékszem, hogy volt ez, szóval ez hasonló volt a szabadtudásfája is annak igen. idején. Igen. Úgyhogy volt egy-két ilyen... Mégis jó pofa dokumentumos sorozat, sőt, amit lehetett gyűjteni. Sőt, ha már így magazinoknál, hát ilyen gyűjtető valamiknél járunk, magazin jelleggel, nem tudom kinek volt meg, a Vili világa! Na. Hallottam róla, de nem. Nekem meg volt az összes szám. Konkrétan még az a matricás album is megvolt, ahova be kellett ragasztani az országzászlókat, és a végén volt egy űrtérkép, ahova azt hiszem csillagjegyeket, vagy konstellációkat kellett azt hiszem beragasztani, és világított a sötétben. Az tényleg az volt amúgy. Konkrétan játékosan tanította a gyerekeket a földrajzra. Meg valamelyest ország történelemre is. Meg kultúrára. Ha már mondod most így, hogy tanulás. Most nekem lett hirtelen megint egy flashbackem. Felhoztad egyszer a Kelloggsokat, tehát a Cornflakes-t, meg ezeket, és én akkoriban nagyon sokat zabáltam, és nem tudom, hogy melyik ország volt, ami azt hiszem Németországban importálták, vagy nem is tudom, honnan hozták be. A lényeg az, hogy egy sorozatot kezdtem el gyűjteni, nem tudom, hogy merre vannak azok a kártyák, de emlékszem, hogy ilyen dinoszauruszos volt. És ilyen 3D-s volt, tehát hogyha így felmozgattad, akkor mozgott a kép. És alatta voltak ilyen különböző adatok, hogy hány tonnát nyom, vagy hány kilót nyom, növényevő, vagy húsevő, vagy mindenevő-e, repül-e, vagy földön mászik, vagy úszik, tehát ilyen sok-sok apró érdekességet megtudtál egy dinoszauruszról. Egy tök jó volt. Ja, azokat gyűjtettem. Ja, meg ne felejtsük el a turbórágót se. Turbórágó? Te még egy évtizeddel arrébb mentél, nem gondolod? Hát igen. De akkor is divat volt, szóval teljesen mindegy. Tudod, mi volt akkor divat, ha már a turbórágót mondod? Na. A tutu van. Tudod, ez a kétszínű nyalóka, amit így kipattintottál, és az aljában volt ilyen ajándék, vagy milyen csoda. Tényleg basszus. Gizi, mi volt még menő? Na, mondjuk 90-es években volt, ami most így eszembe jutott, az pedig a Chupa Chups meg a tetkók. Igen. Ilyen nyalókás tetkók. Igen. Hát volt sok tetkó, meg matrica, amivel jól el lehetett rontani a bútorunkat, amiket a szüleinktől kaptunk. Igen. Igen. Vagy bármi mást. Hát, vagy magadat. Hát, de a lemosható tetkó, azt így fogod, az lekopik, ez nem menő. Ja, egyébként meg volt egy lemosható tetkós korszakom a 2000-es években, imádtam. Amúgy most így, visszatérve egy kicsit a chipsből gyűjtögetős cuccokra, gondolom az megvan, hogy volt egy időszak, amikor Star Wars-os cuccok voltak benne. Star Wars? Nem terem. Hát, amire most így emlékszem, az amikor volt a Sith-ek bosszúja, és akkoriban csiszekben voltak ilyen cuccok. Ja, igen, akkor kártya volt, meg viszont ott volt a Chippy Cow, nem tudom, kire emlékszik még rá.
Amikor még abban is a csipikaós kabalának a 3D kártyák. Ó, nekem abból valahol megvan egy gitáros, amit még nagymamámtól kaptam. Nekem konkrétan egy teljes sorozat meg volt belőle amúgy. Basszus. Volt valahol, de az is kuka szerintem. Volt egy időszak, amikor abban is volt Star Wars-os tetoválás. Nekem azok a mai napig megvannak használatlanul. Uff, te! Igaz, hogy nem, szerintem azok használhatatlanok, de azért vicckedvéért én fognám azt így kézre! Nekem tudod, mik vannak így meg időkapszulaként? Nagy Harry Potteres korszakom volt még a 2000-es évek elején, és anyu meglepett egy ilyen matrica csomaggal, hát idézőjelben matrica csomaggal, ami igazából ilyen, hát ilyen lemosható tetkó-szerű mechanikával megáldott képek voltak benne, és nem volt szívem felhasználni őket, ugye valahol még az egyik dobozban szerintem megvannak. Úgyhogy nekem is van ilyen, nem, hogy azt itt. És hát konkrétan még nem mosható tetkóm is van eltéve. Ez aki írta, hogy apám részéről nagyapám autodidakta módon tanulta meg a PC használatát morgás nélkül. Mondjuk egyszer elsikerült tüntetnie az összes ikont, és felhívta apámat, hogy Jani, nem megy ez a passzás? Megbocsátott, aki pillanatra fenni! Persze. Nem tudom, megvan-e nektek az a gif, amikor van egy öreg bácsi, és így fogja a saját gép ikont, és így behúzza a lomtárba, és akkor így eltűnik a számítógép. Jó! Nekem ez kimarad, de így el tudom képzelni. Én is. Mindjárt jövök. Igen, akkor szünet. Igen, jó. És vissza is tértünk megint. Nagyjából hagytok kiftni, hagytuk abba, vagy miről volt szó? Hát legutóbb ott hagytuk abba, hogy Csipikáó, meg 3D kártyák, meg lemosható tetoválás. Igen. Igen, még egyébként, amit mondani akartam Zakinak, úgy általában a technikai részhez. Tehát Én nem győzöm azt hangsúlyozni, bár lehet, hogy nem mondom elégszer, de szerintem baromi nagy áldás az, hogy manapság bármikor
össze tudtunk online ülni játszani. Régen ez nem volt ennyire adott. Régen ténylegesen, hát egyrészt, amikor bejött az internet, mint egy népszerű dolog, akkor is nehéz volt megoldani az online multiplayer-t, és ténylegesen érteni kellett hozzá, már ahhoz is. De amikor még nem volt internet, akkor az volt, hogy fogtuk a számítógépet, és ráraktuk valami talgoncára, vagy valami a vállunkra vettük, monitorra a másik kézben, és elvittük a másiknak a házához. Ez egy külön program volt, hogy elvittük a opcionálisan egy városban lévő, egy faluban lévő barátunkhoz a számítógépet, összeszereltük, játszottunk vele, miután jó kiáramkodtuk magunkat a technika miatt, játszottunk vele, szétszereltük és hazavittük. Vagy másnap hazavittük. Hát a jó kis lampartik. A lampartik, igen. Bár nem volt benne részem, de unokabátyánál emlékszem, hogy legalább négyen vagy öten az ő szobájában mindig összegyűltek a fiúk, és összerakták, és csak annyit hallottál, hogy vagy kvékeznek, vagy unrealeznek, vagy ha egyiket se, akkor meg leültek egymáshoz körbe, és Vampire the Masquerade papír alapú RPG-t toltak. Tehát az egy nagyon erős mag volt akkoriban a 2000-es években. Itt azért megragadom az alkalmat, hogy pénteken nagyon úgy tűnik, hogy Unreal 2004-ezni fogunk. Hogyha szeretnétek csatlakozni, akkor most olcsó meg tudjátok venni a Gogon, vagy lekulózkodjátok, az is egy opció. Egyébként, hát nagyjából azt hiszem egy egészen átfogó és jó képet adtunk a 2000-es évekről, 2000-től kb. 2010-ig, egy kicsit visszaismerünk valamennyire. És akkor még nem fér bele minden. Nem, abszolút nem fér bele minden. Még azt gondoltam feltenni kérdésnek, hogy volt az a korszak, és annyi szép dolgot felhoztunk innen. Mi az, amit visszahoznátok? Hülyén fogok hangzani, de a zenét. Sokkal hallgathatóbb volt a legelején. Tehát én 2008-tól fölfelé már nem követek semmit. Se az MTV-t, se a Vivát, semmit. Egyszerűen mérgező lett nekem az a zene. Annyira szar lett, hogy már az én ízlésvilágomban nem fér bele. Úgyhogy köszönöm szépen, visszakérném a régi zenéket. Ezen is sem tudok vitatkozni, meg nem tudom, valahogy úgy a 2000-es évek elejének volt egyfajta hangulata. Igen. Ami nekem igazából hiányzik. Igen. Ebből a mai korból. Nem tudom, valahogy sokkal lazább volt, én úgy érzem. Hát mint a 90-es évek. Ja, igazából én csak ezt hoznám vissza. Más nem igazán. Ha csak nem az, hogy mi menet közben felnőttünk. Na, az is belejátszik, de... Nem. Most, hogy mondod valamit, nem megváltozott. Nem tudom megfogni is egy kézzel, hogy igen, ez a baj. Nem. Van valami feelinge tényleg a 90-es éveknek is, meg a 2000-es éveknek is, amit te is mondod, szívem, de nem tudom megfogni. Itt was, megtörtént, és kész. Nem tudom megtalálni, mert kurva jó volt, kész. Tudnék még regelni arról a korszakról, mert van bőven, miből csemegézni, meg gondolom neked is. Hát lehet. Lehet. Amit mondtál, Zoli, ez megragadtad azt, amit én is akartam mondani, úgy általában az érzés legalább pár napra jó lenne visszaadni ezt az egészet. Ez most érdekesen fog hangzani, de lehet, hogy most túl modernek lettünk az elmúlt 10 évben mondjuk. Igen. És bár sok dologban valóban könnyebb a helyzetünk technológia terén, de valahogy megvolt a szépsége annak a fajta puritánságnak is, ami arra az időszakra volt jellemző. Teret adott úgymond a kreativitásnak, és
meg volt a maga pálya. Egyszerűen hiányzik valamennyire ez a fajta puritánság, ez a fajta bájos dolog, ami olyan akkor volt jelenző. Igen. Na, de most gondoljatok bele, hogy most összehasonlítani az akkori helyzetet és most a jelenlegi helyzetet. Akkoriban, hogyha valami hasonló történt volna, tehát ilyen globális méretű pandémia, igen, járvány, akkoriban nem tudták volna például megoldani feltétlenül az otthonról való munkát, vagy az otthonról való tanulást. Vagy egy intézést. Igen. Bár téves, mert már akkor is volt ügyfélkapu, csak nem használták annyira az emberek. Hát meg akkoriban nem volt annyira elterjedt az internet se. Az is igaz. Szóval. Valóban ezt is ért, jó, hogy megemlítetted, hogy egy mai járványhelyzet az nagyon másképp zajlott volna a 2000-es években, és nem történt volna ennyire könnyen, mint most. Igen. Nóri írja, hogy én is sokat gondolkoztam rajta, hogy nosztalgia-e az, ami visszarend, vagy tényleg megváltozott valami. Nem tudom, talán mindkettő valószínű. De azért jó nosztalgiázni, én azt mondom, így visszaemlékezni, hogy akkoriban mi volt a menő, meg hogy éltünk igazából, tehát azért jó az a nosztalgia. És a legszebb az az egészben, hogy felpattintod ma már a YouTube-ot, és úgy végignézed az összes magyar reklámot, mint a húzat, hogyha olyan kedved van. Igen, az egyik legjobb dolog, hogy ezek a dolgok így annyira nem tűntek el. Még régi weboldalakat is vissza lehet nézni. Ha máshogy nem, akkor Wayback Machine-nel. Igen, pont ezt akartam mondani. No. Köszönöm, hogy eddig még velünk tartottatok ki. Most a Zolétól kérdezem, hogy akarunk-e még rátérni a következő témára, hogy van-e még szufla bennetek? Szerintem mehetünk. Rátérhetünk nyugodtan. Vagy úgy általában a hallgatókat, nézőket is kérdezem, hogy ti még velünk akartok tartani, vagy a következő témát azt majd jövő héten beszéljük meg. Hát nem akár azt is lehet, hogy még valamennyire ezt is folytatjuk ezt a témát, de nézzük. Nóri azt írta, hogy nagyon jó a nosztalgia, csak nem szabad idealizálni a régi időket a haladás kárára. Ez így igaz? Én is ezen a véleményen vagyok amúgy. Igen, amit én is mondtam, ezt is főleg úgy értettem, hogy nyilván nem hoznám vissza az őskort a mai időszakra. Egyszerűen csak átélni mondjuk egy-két napra újra, vagy nem tudom, mint én egy ilyen... Én is csak a feeling miatt. Mint egy ilyen digitális rehabilitációt, ha így, hogy tetszik. Egyébként még amit mondtál, hogy beszéltünk még akár erről, hát most nagyjából leírtam pár dolgot, amit így meg is beszéltünk, de esetleg még ha tudtok felhozni valamit, amit ugye 2000-es évek kapcsán érdemes megbeszélni, akkor nyitott vagyok rá. Szerintem maradjunk annyiba, hogy csináljunk egy folytkövet ebből a témából, mert szerintem még van mit mesélni. Akkor folytköv legközelebb. És akkor most akkor térjünk rá akkor a másik témára. Jó. A következő téma, amit igazából már múlt hét óta tologattunk, mivel múlt héten nagyon nem voltam olyan állapotban, az a játékok, mint művészeti produktum. Még mielőtt mélyebben belemennénk, azért tisztázzuk, hogy mit is értünk úgy nagyjából ez alatt. Ugye a művészetnek van egy jogi megfelelője, meg egy filozófia is. Jogilag a videójátékok is hasonló jogkörül ástak, mint a bármi kreatív produktumok, filmek, zenék, festmények. Hasonlóképpen a játékokat is védi ez a fajta védelem, és ha úgy tetszik, akkor a jogi álláspont szerint a játékok azok művészeti értéknek minősülnek. Ettől függetlenül nagyon sokan vitatják, hogy a játék az művészete, meg hogy egyáltalán mi a fasz az a művészet. Ez úgy... nem gondoltam, hogy most így megmondom, hogy összességében mi számít művészetnek és mi nem. Még igazából nekem is nagyon nehéz lesz megfogni.
Mindenesetre számomra művészeti produktumnak minősül bármilyen olyan termék, ami, mit teszem azt, ember készített a saját kezével, azzal a célból, hogy elszórakoztassa, elgondolkodhassa a másikat. És ebbe igazából a játékok már évtizedek óta ez alá esnek, úgymond. És tehát remélem, hogy nagyjából is együtt tudtok érteni, hogy a játékok, legalábbis a játékoknak igen nagy része valóban művészeti értékkel bír, hasonlóan, mint egy festmény, hasonlóan, mint egy film, hasonlóan, mint egy zene. Igen. Ez így igaz. Egy az egybe. Hát valamelyik vannak olyan címek, amik kivételek ez alatt, ami kifejezetten csak a szórakoztatásra épít, és nem a művészeti értékre. De van olyan, ami tényleg, ahogy te is mondtad, mint filmográfia, vagy zenei téren is, akár. Vagy konkrét művészet játék. Hát vagy ha konkrétan a művészi részét nézem már, mint hogy konceptileg hogy néz ki most. Példaként itt felhozom Orit. Biztos vagyok benne, hogy először megrajzoltak mindenkit, és az egy sajátos világ egyébként, amiben belecsöppensz, meg sajátos lényekkel. Hát igen, már grafikailag is művészetnek számít. Most gondoljunk bele, egyik kedvenc játékod manapság Cuphead. Az is szerintem egy elég szép művészeti játék. Konkrétan visszaidézi azt a tipikus akkori Fleischer kartún, vagy rajzfilmeknek a varázsát. Betty Boop, régi, Ricky Egér sorozat. Igen. Nagyon átfogóan, valóban ezért szeretem a Cupheadet, hogy visszaidézi ezt a korszakot, és a hogyanja is nagyon fontos ennél. Ugye eleve úgy kezdték el, hogy mindent tintával rajzoltak meg, és az alap ötlet az lett volna, hogy minden tintával és vízfestéket csinálnak meg. Hát ebből kicsit leadtak később, mert az elkészítése így kb. Még plusz 10 évet kiadott volna. De a lényeg az, hogy kiindulás képképpen mégiscsak ez volt, és azért mégiscsak a hátterek még mindig megtaláltak vízfestéknél. Tehát látványában azért nagyon erősen hajaz arra a korszakra. Zenének ténylegesen felbéreltek big bandeket. Real-time felvették a Cupheadnek olyan részét is felvették a Cupheadnek, amit igazából valószínűleg nem is hallasz a játékban, mert mondjuk addigra már megölöd esetleg az ellenséget, de felvették, mert igényesség. És ténylegesen nagyon sok energiát fektettek bele, én ténylegesen le tudom hajtani a kalapon felettük. Hát még amit tudok így mondani művészettenén, hogy tényleg a némelyik játék ma már felér akár egy filmmel is. Most nézzük meg, itt van a God of War, The Last of Us, Man of Medan, meg még jó pár, hát főleg PlayStation exkluzív címek, de tényleg nagyon... Detroit, nem tudom mi az a címe. Become Human. Az Detroit Become Human. Tényleg legtöbb mai játék az annyira filmszerű már. Tehát ilyen téren is lehet akár művészetnek nevezni. Meg hát ugye van zenei téren is, amit művészetnek lehet nevezni. Rengeteg Final Fantasy. Hát konkrétan Nobuo Uematsu-nak a betétdalai fantasztikusak, én azt mondom. Felér akár egy Hans Zimmerrel is. De és akkor mit szólnál Koji Kondohoz? Vagy ő például. Hát mondjuk nem mondanám Hans Zimmernek, de ő is ott van, én azt mondom. Dani? Egy pillanatra teljesen másfél figyeltem. Hallottam, amit mondtál, csak közben itt történtek. Be tudjuk tenni várakozó üzemódba? Egy pillanat is visszatérek. Persze. Na akkor egy kis rövid szünet.
És vissza is tértünk, üdv újra mindenkinek, nyugalom, semmi nem történt, semmi probléma, egyszerűen csak ez az én hülyeségem, ez így előfordul, sajnos néha napján. Zoli felhozta a narratív játékokat, a Detroit Become Human, Life is Strange, ez hasonlókat, hogy... most hallok titeket? Hallasz minket? Mi hallunk téged? Hallok. Csak az érdekes, hogy azt látom, hogy zöld körülöttel a Discord. Szerintem a viszony miatt. Nem, valószínű. Igen, hát szerintem megint bezavart valamit. Lehet, hogy a... Most megint visítette a Windows, és lehet, hogy azért. Az ajszűrés lehet, hogy levette megint. Zak írja, hogy azért azt tudnám vitatni, hogy amit csak szórakozatás célból készítenek, az nem az. Vegyük például a Pongot, Pongot azt mondom. Nagyon primitív, egyszerű minden szempontból, de mégis berombolhatta a játékipart. A Pongot tekintem a videójáték barlangrajzainak. Tudom, hogy voltak előtte is sokféle játékok, de igazándiból berobbantani az egészet a Pongnak sikerült. Nem ilyenekre gondoltam, tehát csak szórakoztatásra, valami másra gondoltam, nem feltétlenül a Pongra, ami így meghatározza a korszakot. Ami Fall Guys, nem? Például Fall Guys, vagy a Fortnite, vagy ilyenek. Úristen, spamárodat! Na, közben bejöttünk is. Igen, szabó húgé. No, meg azért én úgy gondolom, hogy vannak kérdők, amik mondjuk művészeti, esztétikai értékkel bírnak, és mondjuk ténylegesen jó kirogozott részletei vannak, akár látványban, akár történetében, és vannak, amik kifejezetten inkább szórakozatásra mennek, és ez a Pong. És én ezért úgy gondolom, hogy a Pong az főképp az, ami valamennyire tehát az egy kevésbé esztétikus és kevésbé kidolgozott játék, úgymond. Az inkább csak egy olyan technikai bravúr volt a maga idejében. De a művészeti értéke az úgy, tehát még akkoriban nem volt igény, hogy művészeti értéke legyen a játékoknak. Ez már szerintem inkább később jött be, mint olyan. Ja. Most még eszembe jutott még egy cím, ami szintén nekem valamennyire bakacslistás. Lehet, hogy már PS3-on vagy PS4-en fogok vele játszani egy HD kiadásra. Shadow of the Colossus. Uh-huh. Na például az szerintem egy művészeti játék. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. De miért tartod annak? Maga a világépítése, meg ahogy kinéz az egész, meg konkrétan az atmoszférája. Én azt tényleg azt tudom mondani, hogy az tényleg egy művészeti játék. Akkor ilyen szakokból a gondolatunk más művészet terén. Mert igazából én úgy vélem, hogy művészeti játékban nekem legalábbis az esik, ahol nem feltétlenül csak azt nézem, hogy néz ki külsőleg, hanem mondjuk itt felhoznám a Breath of the Wild-ot, Legend of Zelda Breath of the Wild-ot, hogy ott konkrétan minden népnek megvan a sajátos művészeti motívuma. Tehát más mondjuk egy sivatagi birodalomnak a motívumai, meg a mintái, és más mondjuk a ritóknál a minta. Azt azért nem merném úgy összehasonlítani a Shadow of the Colossus-szel, mert amit elmondtál, azt a legtöbb RPG-ben megtalálod. Uh-huh. A Shadow of the Colossus meg egy nagy síkság, ha úgy vesszük, néha hegyekkel, tavakkal, meg ilyenekkel, és csak a kolosszusokat kell legyaknod. Tehát azért mondom, hogy részemről azért művészi a Shadow of the Colossus, mert amilyen világa van. De ugyanakkor meg ott van a Breath of the Wild, és akkor neked az miért nem az? Nem azt mondom, hogy az nem művészet, ami ott ment. Csak a kettőnek más valahogy a varázsa, meg a hangulata. Hát persze, mert a tiéd az inkább cinematografik, tehát ilyen moziszerű élményt ad az enyém, meg ugye én legalábbis lehet, hogy csak mélyen látok túlságosan a Breath of the Wild-ba, de úgy látom, hogy ott konkrétan a különböző népeket is jobban kidolgozták, és az azért nem kis munka, amikor az ember így kijött, hogy na, akkor vannak a parton emberek, akkor nekik ilyen Hawaii-szerű
stílusú bungalókat adunk meg, mint otthon, meg tényleg javarészt ott a hibiszkusz-szerű virág, mint a vanolt, meg a tengeri herkentyű, stb. Például. Dani? Nos igen, ez egy fontos szempont ugye általában a játékoknak a koncepciójánál, hogyha ahogy tetszik a játékoknál alkalmazott művészetnél, hogy alkalmazkodjanak a különböző helyszínekhez, korszakokhoz, akár ha úgy tetszik, de ahogy most nem mondta, itt főképp a helyszínekhez, hogy legyen valami, ami köthető az általán ki is ismert motivumokhoz. Igen? Hát még amit fel tudnék így művészetileg hozni, az a legtöbb esetben a grafikai megoldás. Ugye beszéltük korábban a Cupheadet. Szinte a kézzel rajzolt az egész. Ilyen például mondjuk a Dust and Elysium Tale, az is egyik nagy kedvencem, full kézzel rajzolt. De amivel szerintem te is egyetértesz és hozzád is közel áll, a gyurma animáció, mint videójátékokban. Mm-hmm. The Neverhood, a Skull Monkeys. Vagy Army Krog, nem szívesen mondom. Hát mert még lehetne sorolni. Igen, nagyon eredetiek azok a játékok, még azt mondtál. Felírtam magamnak egy ilyet, hogy igen, úgy a Cupheadről már így volt szó, és elmondtam, hogy ténylegesen mennyit törődtek azzal, hogy olyan legyen, mint egy régi rajzfilm. A látványtól kezdve a zenéig hihetetlenül sok energiát fektettek az egészbe. és ezeken túl is nyilvánvalóan. Egy csomó referencia is van benne. Az Cupheadről az ténylegesen egy jól megfontolt művészeti darab. Na közben Momo mondja még Yoshit is. Hát a Woolly World, igaz, hogy... A Woolly World, igen, az az. Annyi, hogy magában a játékban ugye ugyanúgy pixellel van épít, tehát poligonokban lett összeállítva a karakter, de amúgy tényleg, hogy az alapkoncepció tényleg ott is a fonal volt. Hát mint ahogy Kirbynél és az elődjénél egyébként. Meg egyébként Yoshi korábban is elsütötte ezt a textúrás... mi ez? Textúrás trükköt, vagy a háttérben, vagy akár az előtérben, ahol mászkál Yoshi, ott is másfajta cuccok vannak, vagy a mostani Yoshi's Crafted World, az ott végig papírban van. Sőt, papír Mario, basszus! Hát az végig olyan, mintha izében lenne. Ilyen, mint a gyerekkorunkban az a szétnyitható könyv. Na, közben hallgassuk már Danit is. Amit még felírtam magamnak, az a játékok esztétikája, hogy mi az, amit úgy szépnek tartottunk régen, és mi az, amit most szépnek tartunk. És ez valamennyire kötődik ahhoz, amit Zaki is írt, hogy régen, tehát ténylegesen ilyen 60-as évekig visszamenően, szerintem még annyira nem volt igény, nem volt komoly művészeti, esztétikai igény a játékokhoz. Hm. Leginkább volt már pixel, amikből éppen felismerhetőek a karakterek, vagy az objektumok. Néha még ehhez is erős fantázia kellett, hogy ki ismerjük őket. Hát most gondoljuk itt az Atari 2600-as időszakban. Ja. Aztán... egyébként mai gyerekek azt mondták, hogy a 80-as években még nem voltak úgy szép játékok, de azért mondjuk így PC-ken, régi PC-ken voltak azért annyira remek pixel artok, annyira remekül kidolgozott tájképek akár, amikor az ember így legetni tudta a szemét. Most így az ilyen point-and-click játékokra gondolva például, azok már sokszor tényleg. Nagyon el tudott veszni az ember. Hát most gondolok itt a King's Quest-re, vagy a Monkey Island sorozatra, amit nagyon szeretek. Uh-huh. Day of the Tentacle? Ja, például. Vagy mi az? Milyen Grim? Grim Fandango. Vaj, az igen. Nem teljesen olyan. Helye közel, mindegy.
Igen, hát az már egy 90-es évek, bár igazából ezek közül lehet, hogy volt szintén 90-es évek, de a lényeg az, hogy nagyjából még itt a DOS-nál mozgunk, így a DOS korszaknál. Fatty Bear, amúgy. Nektek meg voltam, hogy a Fatty Bear az ilyen gyerek point-and-click játék volt, egy barna medvével kellett, így piros overall-lal. Nem volt meg, de láttam róla videót. Valamelyik youtuber vette elő ezeket a játékokat. Vagy Pro Jared, vagy Peanut Butter Gamer. Nem dereng. Nekem dereng, úgyhogy azért. Hát meg ugyanúgy ide tartozik a Freddy Fish, Pajama Sam, Put, meg ezek. Igen, ez a Humongous Entertainment-nek az a játékai ezek. Uh-huh. És hát nekem az a gyerekkorom. Ritkán beszélek róla, de valóban érdekes módon ilyen aranyos, wholesome gyerekjátékokkal egyszer játszottam meg a Doom-mal. Ez már csak így megy. Aztán hát már így igazából észre se vettük, de átértünk a 90-es évekre. Már egyre menőbb lett a 3D grafika. És nagyon sok játék, ugyebár erre is épített, a Quake, Unreal Tournament, a Half-Life, segítsetek még. Tomb Raider. Az. Tomb Raider nyilván, igen. Hát meg ugye már a platformerek is áttértek 3D-re. Gondolok itt Mario-ra, Sonic-ra, Croc. Super Bubsy-ra. Bubsy-ra, igen. Őt akartam mondani, miért vetted ki a számból? Én akartam kimondani először. Rayman? Vagy bocsánat. Hát a Rayman is végül is. Igen, már a Rayman 2 azt hiszem 90-es évek. Nem vagyok benne biztos, de talán. Gyors. Oké, akkor átnézom a keresést. Van egy fiók. Tudom. 99. október, tehát pár hónap. Még benne volt. Igen, hírémet. Crash Bandicoot, Spyro. Igen, ekte, 90-es évek. Hát meg rengeteg Disney adaptáció, akkor áttért már a 3D platformerekre. Gondolok itt a Toy Story 2-re, Tarzan, és még lehetne sorolni. Na, közben Momo írja az Alone in the Dark-ot. Igen, mint egy ilyen... azt nagyon nehéz volt úgy irányítani, eddig szemre. Hát tank control. Jó, de tényleg akkor már Resident Evil, Silent Hill. Ja. Tehát volt egy pár már akkoriban is. Igen. Később évben, a 2000-es években ez a tendencia halad tovább. Még a 90-es években azért volt egy ilyen átmenet 2D, 3D játékok között. Már a 2000-es években szerintem inkább a 3D játékok domináltak. Hát főleg a vége fele, inkább én azt tudom mondani. Még a közepetáján voltak, tehát így 96-tól felfele kezdődött el, amikor bejött a PlayStation. Akkor kezdtek el leginkább dominálni így a 3D-s játékok. Jó, hát én a 2000-es éveket mondtam, a 2000-es években már inkább dominálta a 3D. Igen, ott viszont már igen. Hát még a 2 is fél D volt, de hát az is 3D ugyanúgy. Aztán eljutunk közben szépen lassan a végment 2000-től 2010-ig, és egyre inkább az indie játékfejlesztők teret kaptak ahhoz, hogy megosszák a saját ötletékes saját játékaikat. És azt vettem észre, hogy a kb. 2010 környékétől, de lehet, hogy még kicsit előbb, így már jóval nagyobb, tehát exponenciálisan nőtt kb. Az indie fejlesztőknek a játék alkotói kedve, és hogy megosztják az egészet. És bár a 2000-es években dominált a 3D grafika, meg a minél szebb grafika, úgy tetszik, ironikus módon 2010-től már megint visszatértünk egy kicsit a retro vonalába, mert nagyon sok játékfejlesztőnek meg ez úgymond a könnyebb, hogy
egyrészt könnyebb is, meg mégiscsak májusabb számukra, hogy ilyen retrojátékot alkossanak. Amennyire tudom, Gameplicit alias UG, alias Urbán Gábor is egy ilyen fajta játékot fejleszt, és ha gondolod, mesélsz is róla, vagy egy tehát, hogy mintha egy ilyen reneszánszt élnénk át most. Ja, konkrétan igen. Hát most így belegondolva, az első nagy úttörő indie játék, ami 2D-s volt, az a Super Meat Boy volt. Húsi fiú. Hát igen. Előtte meg ugye főleg ami tendenciális volt, azok a Flash játékok, hát meg így a Freeware, Shareware játékok, amik akkoriban nagyon tendenciálisak voltak. És ugyanúgy egyébként... hát így helyek közel indi csapatok készítették, vagy akár egy ember. Igazad van, most így kijavítom tényleg magamat, így az aki kedvéért is, hogy már a 2000-es években is azért az indi fejlesztőknek volt lehetősége megcsillogtatni a tudásokat a Flash játékok révén. Ez nagyon igaz, nem is tudom, hogy fejtettem el így hirtelen. Hát konkrétan a Super Meat Boy is Flash játékként indult, csak simán Meat Boy címmel. És ugyanez a helyzet a Binding of Isaac-kel is, ami szintén egy olyan embertől készült, aki előtte Flash játékokat készített. Hm. De úgy tényleg így, ha már itt tartunk, UG, hogyha itt vagy, számodra főképp nosztalgiázás miatt jött az, hogy ezt a fajta retrós, régiebb fajta kinézetet válasz, vagy ténylegesen azért, mert ez könnyebb, úgymond, és így emiatt gyorsan tudsz haladni. Erre ugye egyébként is kíváncsi vagyok. UG, ha itt vagy, adj jelet! Basszus, mint egy rossz asztaltáncoltatásnál. Na de addig térjünk vissza a témára, még ha esetleg itt van, akkor megírja. Flash játékoknál jártunk, meg úgy alapjáraton az indi téma. Nekem még amit tetszett, úgy általában valamiért az egyik legkedvesebb játékélményem az Undertale. És mint egy indie játék igazából, azért az is hozom fel, hogy hogy ez tényleg megkezdek fáradni ezeket neked. Érthető. UG, ha itt vagy, kopog vissza az asztal lámpa. Nekem, ami így indie játék, és nagyon megfogott, és valamennyire művészi, hát ugye lehet mondani a Minecraftet. Az például lehet, hogy csak egy kreatív játék, egy indie játék, de mekkora művészeti értéke van most már? Konkrétan olyan szinten, hogy bekerült Steve a Super Smash Bros. Ultimate-be, ami konkrétan a videójátékokat ünnepli. És azért az már nem semmi. És ugyanígy lehetne mondani az Undertale-t is, igaz, hogy csak Mii kosztümként, de bekerült Sans. Lehetne Shantae-t is mondani, bár nem tudom, hogy a Way Forward most indie csapat, vagy triplás, nem tudom, minek lehetne besorolni. Shantae is bekerült, igaz, hogy csak Spiritként, de bent van. Példának okául. De például, amit én és Spidey nagyon szeretünk tolni, az a Terraria, az is egy indie játék. Már több platformon is elérhető amúgy, meg amit ugye már említettem a műsor elején is, Stardew Valley, indie játék, és annyira jó. És ez mind 2D, ha úgy veszük, kivéve a Minecraft, mert az megint más. Igen. No, így, hogy átvettük a videójátéknak az esztétikájának a múltját és kvázi jelenét, szerintem tényleg lemondjuk a konklúziót, hogy úgy ténylegesen a játékok azok művészi értékkel rendelkező produktumok, és nagyon sokat ezek közül érdemes komolyan venni. Igen, meg hát tegyük hozzá, hogy tényleg van olyan játék, ami kifejezetten művészi.
Most, ha jól emlékszem, a Child of Light, az konkrétan ilyen. Vagy amit múltkor meséltél nekem. Nem tudom, mi a cím, most így hirtelen nem ugrik be. Azt tudom, hogy a borítóképén egy ilyen kékes, rózsaszínes hajú hölgyemény van. És csukva van a szeme. Szerintem tudod, hogy melyikről beszélek. Mert sokat regéltél róla nekem. Dereng valahonnan. Dereg nektek is mi? Ja. Borító ilyen kékes, orszínes hajú. Igen. Á, nagyon fog koppani, hallod? Igen. Momo közben mondja az orit, de azt már kibeszéltük. Grills. Nem, girls. Girls. Grease. Na, Grease. arra gondoltam, csak nekem sem ugrott be a neve. De például, ha arra ránézek, azt mondom, hogy az egy művészeti játék. Például okául. Vagy még nem játszottam És be. egy indie játék egyébként. Az meg a másik. Még nem próbáltam ki. Az inkább zeneművészetre, amire én gondolok. Már egy jó ideje megvan, csak egy erősebb gépre vártam, mert nagyon laggolt maga a játék, amikor először kipróbáltam. Karma Flow. The Rock Opera Video Game. Konkrétan egy rock opera videójátékot játszol végig. Egy történetet. De mondom, még nem volt hozzá úgy idő, meg az előző vasam az nem bírta volna úgy el. Most már csak időt kéne rászánni. Na például azt ki akarom próbálni. Konkrétan, ha jól emlékszem, talán az Evanescence-nek az énekesnője, meg a Dragon Force-nak az frontembere éneklik fel a dalokat. Wow, Emily, meg a... Hát a Nem. Dragon Force-nak az énekesét, nem tudom, valamilyen Lee, azt tudom, de... Ha vártok egy picit, akkor felkeresem, addig mondjatok valamit gyorsan. Hát igazából, ha Valami. már... Mondjad. Nem volt elég gyors. Azt mondtam, hogy valami. De nem volt elég gyors. Igazából művészi értékén most a legutóbb, amiket toltam, az Ori az nagyon megfogott egyébként, mind látványvilágban, mind művészileg, de ami lehet, hogy egy hajszálra jobban leütötte, és lehet, hogy azért, mert a hangulata, meg úgy az egész játék cakumpak, tudom, lehet, hogy unjátok, Na, közben megtaláltam a Karma Flow-t. Figyeljetek, mert nem egy banda szerepel benne. Na, hajrá! Most a kezdetet fogom felolvasni. Bess Dolmans az Existusból. Nem? Charlotte Wessels a Delaney-ből. Lizette Vandenberg, Scarlet Stories. Alissa White Glutz, Arch Enemy. Arcanemy? Hát, Ismerős. Mark Hudson, Dragon Force. Mark Johnson, Epica. Lindsay Schoolcraft, Cradle of Filth. Cradle of Filth. Cradle of Filth. Wow. Mariangela de Murtas, Tristania. Nem. Bocsi, hogyha így megerőszakolom a neveket, nem biztos, hogy jól ejtem ki. Tony Kakko, Sonata Arctica. Wow! Alice Reed, Amaranth. Henning Bass, vagy Bass, nem tudom, Mayan. Daniel De Jong, bocsi, ezt most megerőszakoltam ezt a nevet. Textures. Simon Simmons Epicából és Danny Filth a Cradle of Filth-ből. Hol van Émili? Akkor rosszul emlékeztem rá, bocsánat. De konkrétan ilyen bandák és ilyen énekesek, frontemberek szerepeltek ebben a játékban. Jó párat felismertem ezek közül. És ez egy rock opera videójáték. Két részletre bontották. Annyi, hogy streamelni mondjuk én nem merném, mert hát... Copyright. Igen. Nóri írja, hogy nagyon böszmen az, aki a művészetet úgy határozza meg, hogy mind csillan vissza, minden is hordozhatja, pont a játékok pedig egy igen hálás platform audiovizuálisan. Valóban. Igen. Igen, ezt jól megfogtad. Ja, össze is És foglalta. mint majdnem egy végszó, ez most lehet, hogy számomra megfelelő. Sajnálom, hogyha most belétek folytom a szót, kezdem tényleg fáradtnak érezni magam.
Nem probléma. Nem gáz, én is kezdek szóval nézni. Ja, azért mégiscsak 2 órán keresztül beszélgetni azért az úgy. Igen. Hatáltatom az emberre. No, örülök, hogy az elején lévő technikai probléma az nem ágyikolta be a streamet, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Zaki, neked köszönöm, Momónak, Petinek, Nórinak és Úkinak, aki szintén nincs itt, de örülök, hogy ő is itt volt. Legközelebb ugyanebben az időben, jövő héten kedden lesz podcast, podkávé pontosan. Ó, az elszólás. Igen, most ha az eredeti aki a szellemi tulajdon ezt így hallja, akkor ez nem szándékos volt a lopás, elnézést kérek. No, de egyébként holnap melyik őtől fog streamálni? Kinga fog streamálni, én közben beállítok egy raidet. Most kivételesen nem játék lesz, művészet. Ha szeretné valaki, az itt maradhat. Igen, raiden fogunk valakit. És amíg be van állítva, vagy be lesz állítva, addig itt nagyjából is köszönünk. Uh-huh. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és nektek is köszönöm Zoli és Kinga a beszélgetést. Mi köszönjük. Ja. No. És akkor szerintem jövő héten majd még visszatérünk, holnap Spidey lesz, pénteken pedig közösségi nap, Unreal Tournament 2004. Ja. Igen, el ne felejtsétek, hogyha valaki még akar csatlakozni, még olcsón be lehet szeretni a Gogon. Discord szerveren majd megosztom akkor gyorsan. Egyszerűbb lesz. Igen. Na, akkor jó hét mindenkinek! Jó hét! Sziasztok!